rendezvény alkalmából gyűltünk itt össze, 6 konzolon játszunk 48 játékossal, a Red Camp számítástechnikai szaküzlet és a magyar kormány Betlen Gábor alap segítségével hoztuk össze ezt a rendezvényt. Azt mondja, mi az, amit még el kell mondanunk, hogy egy nyereményeink is vannak. 3. helyezett egy Xbox One kontrollert fog nyerni. Megtapsoljuk, így van. 2. helyezetünk egy 2.1-es Bluetooth hangszóróvencert, megérdemli az is a tapsot, és aki viszi a prímet a mai nap folyamán, az egy Xbox One játékkonzolt kap. Egy nagy tapsot kérünk szépen nekik, igazán szép ajándék és eredményekről van szó. Tehát, hogyha lőttél egy gólt és azt mondod, hogy nem rossz, fölemeled a kezed, levideózzuk, és a végén eldöntjük, hogy melyik a legszebb. Egyetlen egy esélyed van arra, hogy a legszebb gólodat bead a Puskás díjra, megkapod a kupát, jössz következőre ingyen, és az a csapat, akivel te vagy, senki más nem lehet. No akkor, lassan kezdhetünk! Mióta szereted a focit? Hát már kiskorom óta, vagy 4 éves koromtól. És ki mondta meg neked, hogy nézed, ezt kell szeretni? Papám, Csákán György. Miért érdekes az ilyenfajta foci, és mióta játszod? Nekem nagyon tetszik, hogy több csert lehet csinálni, meg egy egész csapatot irányítok. Hát, vagy 3 éve kezdtem el. Mi volt a legizgalmasabb? Rúgtam az egyik meccsen 4 gólt, a másodikon 1-et. A legizgalmasabb az volt, mikor 1-1-et játszottunk, azt az utolsó percben volt egy támadásom, az pont kapufa volt. Mit üzennél itt 10 évesen a gyerekeknek? Miért kell szeretni a focit? A foci az egy nagyon érdekes sport, én nagyon szerettem, és ők is szeressék. A 2018-ban elterveztük, hogy létrehozunk egy FIFA bajnokságot. Akkor még egy kicsit, hát úgymond papapucsosabb rendszerbe, 2 konzollal, 2 tévével, azonban a Betlen Gábor alapkezelő ZRT jótából sikerült támogatást nyernünk, hogy most végre 6 konzollal és 6 tévével játszhatunk, 48 résztvevővel. Kialakult egy új család, lesz-e ennek folytatása? Mindenféleképpen lesz. Elhatároztuk, hogy ezt évente megpróbáljuk, amennyiben a vírus helyzet engedi, minden évben megpróbáljuk megrendezni. Mi a külön díj, mi a fő díj? A fődé egy Xbox One S játékkonzol, ami azért egy igencsak motiváló játék. Külön díjat, egy Puskás díjat hoztunk létre, ez itt a Homoki Bálint rendezvényszervezőnek a gyors ötlete volt, aki a legszebb gólt szerzi, az jövőre csak egy csapatot, amit kiválaszt, azzal más senki nem lehet. Mit lehet üzenni azoknak, akik sorba állnának, hogy bekerüljenek egy ilyen bajnokságba? Legközelebb legyenek ügyesek, és jelentkezzenek bátran. Igyekezni fogunk, hogy mindenki beférjen.
És egy lehúgy kapufa! El is jösszik belőle a lassát. Szala! És megvan a vezetés! Liverpool most! Mikor kezdted érezni, hogy elindultál a döntő felé? Mikor már kiütöttem a csoportból, megnyertem mind a három meccset, és 100%-osan jutottam tovább. 2-0-ra kaptál kifele. Mit éreztél? Akkor már azt hittem, hogy ez elúszott, nem fogom tudni megnyerni. Ez volt eddig a legnehezebb meccs a mai napon. 2-2-nél mi történt? Azt hittem, hogy most már hosszabbítással megyünk tovább, és aztán esettek 11-esre, de sikerült az utolsó percben egy gólt rúgni. Hát nem egyet, hanem kettőt. Nagyon szép gólok voltak. Megnyerted. Milyen érzés most, hogy ez az $1 millió a tiéd? Nagyon örülök. Nem gondoltam, hogy én nyerek mai napon.